Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most lesz valami fontos számodra, miről van szó. Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetedet, vagy azt, ami téged most foglalkoztat, mutatja itt ez a kártya. A hölgy kezében van egy tükör. Ez most nagyon fontos. Ez utalhat a külsődre. Lehet, hogy veszel egy szép ruhát, vagy elmész a fodrászhoz, a kozmetikushoz. Ügyelsz arra, hogy meglegyen a szépséged. De ez a tükör jelent még valamit. Itt tükröződik valami az életedben, és oda kellene figyelni, hogy miről van szó, azt megnézzük a kártyáknál. Ami még fontos ezen a képen, itt ez a könyv. Ez utal tanulásra, tudásra, de a sorsra is, hiszen megvan a sorsok könyve, amire bele kellene tekinteni. Ezt a könyvet Akasa Króniknak nevezik. Most pedig megtekintjük azt, hogy mi várható rád a következő hetekben, hónapokban, a te közeli jövődet mutatják itt ezek a kártyák. Az első képen látható egy találkozás, vagy egy házasság. Az is lehet, hogy valaki megkéri a kezedet, és lesz egy eljegyzés. Vagy egy találkozás, ami örömteljes. Amennyiben anyagiakról van szó, vagy a munkáról van szó, ez a kártya jelenthet szerződéseket is. És ezzel a párkapcsolattal, vagy ezekkel a szerződésekkel jól jársz, hiszen itt van a szerencse. A harmadik képen pedig a sok pénz, tehát ez nyereménnyel jár. Amit még ez a pénz jelenthet itt ezen a kártyán, az értékek. A belső értékek is, hogy ez a párkapcsolat számodra nagyon értékes és szerencsét hoz. Most megtekintjük a munkádat. A munkád az nagyon-nagyon fárasztó jelenleg, és nem vagy boldog a munkahelyeden. De ez elmúlik, hiszen itt van a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a sok munkát, ezt a fáradtságot. Persze ez a tolvaj azt is jelentheti, hogy valaki lop a munkahelyen. És most megnézzük az anyagiakat. Itt van egy váratlan öröm. Az lehet egy új munkahely, ahol jobban fizetnek, mint most, ahol jelenleg vagy. De azt is jelentheti, hogy lesz itt egy nyeremény. A lelkész utalhat spirituális dolgokra, hogy ezáltal pénzhez jutsz, hiszen ez a hivatásod, de amit a lelkész még jelent, hogy esküszik valamire, hogy az anyagiak terén lesz nyeremény, vagy egy meglepetés, és jobbra fordulnak a dolgok, de figyelj oda a harmadik kártyára is, hiszen valaki figyel téged, figyeli az anyagiakat, az is lehet, hogy szeretne téged meglopni, tehát ügyelj a pénzügyi dolgokra. Itt a három kártyánál a szerelemről van szó. Az első kártyán látható, hogy itt van egy utazás.
Az lehet egy közös nyaralás, vagy külföldi kapcsolatok. Az is lehet, hogy ez a férfi külföldről jön. De a kártyáknak mindig vannak szimbolikus jelentései is. Ez az utazás lehet egy belső út, utal spirituális dolgokra, arra kellene odafigyelned, hallgatnod arra, amit a belső hangod súg számodra, és ez az utazás lehet egy lelki út is, mert ő a te lelki társad, és a jövőben lesz egy közös életút. És pontosan erre kellene odafigyelni, ezt hallgatni. De a harmadik kártyán látható hölgy azt jelenti, hogy valaki figyel titeket, ugyanúgy, mint itt is látható. Itt ez a férfi figyeli az eseményeket, de, mint mondtam, a kártyáknak szimbolikus jelentése van, lehet egy nő is, és itt is ez látható, valaki figyel benneteket. És most jön a nagy meglepetés, mire kellene most odafigyelned, mert ez fontos számodra, és miért? Itt ezen a képen láthatjuk ezt az eremitet, aki visszahúzódik. És ez most fontos, ez a meditáción, hogy hallgass a belső hangodra, és ez a szerelemmel áll összefüggésben, mert a belső hangod utal arra, mi várható a jövőben a párkapcsolat területén. De ez az eremit nem csak a szerelmi élet területén hat, mint ahogy itt is látható, hanem utal spirituális dolgokra. Lehet, hogy ez a hivatásod, és arra kellene odafigyelni. A második képen ez a fő pap vagy fő lelkész tart a kezében egy könyvet, ugyanúgy, ahogy itt is láthattuk. Ez a tudás, ez a tehetség vagy bölcsesség azon kívül szimbolizálja az akasa krónikát, ahol a sors utak vannak beírva. Tehát itt lesz egy sors döntő változás. És erre esküszik ez a főpap, mint ahogy itt is látható ez a lelkész, aki szintén esküszik valamire. Az azt jelenti, ha valaki most közeledik hozzád, és megesküszik valamire, akkor bízhatsz a szavaiban. De te is esküdhetsz arra, hogy megvan a tudásod, megvan a képességed, és pontosan ezt mutatja ez a kártya. Itt a háttérben van az iskola, az élet iskolája, attól te most elbúcsúzol. Te nem diák vagy most az élet iskoláján, hanem te sok mindent megtanultál, és kezedbe veszed a dolgodat, te lezársz valamit, és indul egy új kezdet, és itt te vagy a mester, és mesterien intézed a dolgokat. Azon kívül itt láthatóak az érmék, ezek utalnak a hivatásra, pénzügyi dolgokra, a spirituális élet területén kibontakozhatsz, pénzhez jutsz, amit még az aranyérmék jelentenek, hogy te értékes vagy. Mert itt megvannak a belső értékek is. Légy ennek tudatában, zárj le egy szakaszt, és te nem a diák vagy, hanem a mester. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!